Kevés olajon pár perc alatt üvegesre pirítjuk a felkockázott vörös hagymát. Ráöntjük a reszelt sárgarépát, gyengén megsózzuk, majd pirulni hagyjuk, közben többször megkeverjük. Ízesítjük zúzott fokhagymával, ezzel is jól átforgatjuk, majd fél deciliter vizet öntünk alá. Miután a víz elpárolgott, hozzáadjuk a darált húst, és körülbelül 20 percig sütjük. Ez idő alatt többször megkeverjük. Ráöntjük a paradicsompürét, és a hámozott paradicsomokat is hozzáadjuk. Ízesítjük sóval, oregánóval, bazsalikommal és kevés cukorral. Öt perc alatt készre főzzük, majd spagettivel és reszelt sajttal kínáljuk.